Ma ismét egy óriási csapatfejlesztés érkezik. Az előző részben megszerzett figót beépítjük, majd 130 millió zsetont sem sajnálva beruházok egy új csatára. Ha kíváncsi vagy a csapatom fejlődésére, tarts velem! Hát srácok, elkezdtem az előbb a videót, igazából semmi érdekeset nem csináltam, csak elklémeltem a transfermarketről több mint 140 millió zsetont, jelen pillanatban 251 millióval állunk, ami szerintem egész jó, viszont szerettem volna ezt a videóba betenni, na mindegy, nézzétek el nekem. Lenne egy gyors kérésem. A statok alapján a YouTube nem küld értesítéseket a videóimról, mert a csengőt nem nyomtátok be. Ezzel nincs semmi baj, de ha szereted a munkásságom és nem szeretnél lemaradni a legújabb tartalmakról, sokat segítenél, ha megnyomnád ezt a harangocskát. Köszönöm. Most pedig vissza a videóba. Ott maradtunk el, hogy nemrég kinyitottam Luis Figót, akinek a statisztikáiról eltsünk néhány szót, 98-as pace az nyilván jó, a 91-es shootinggal karöltve, a cselezés is kiemelkedik, és a 78-as fizikum sem gyenge, egy a szélső támadó létéhez, Tréjtekben nem kapott semmi jót, és a vörkétjei sem a legjobbak. Lehet, hogy a Cole összességében egy kompaktabb játékos volt, de ezt sajnos csak az idő fogja eldönteni. A zsetont, amíg lehet, azt mindenképpen meg kell szerezni, szóval ezért döntöttem arra, hogy Joey Cole-tól megválunk. Szerettem azt a lapot, még örökké mindenkinek ajánlom, aki writinget keres, nagyszerűeket csavart távolról mindenütt, viszont én nem engedhetem meg magamnak, hogy egy Luis Figo szintű lapot ne használjak, főleg ha Untrade-ből emiatt döntöttem így. Gondolkodom, hogy mennyis rankra állítsam be Luis Figót. A 99-es ratingen még nem gondolkodom, mivel csak két maszkeránó kell ebben. Viszont ha jó csatárt szeretnénk vásárolni, akkor oda kelleni fognak még a maszkeránók. Szóval egyelőre itt még megállunk. Újra 99-es a csapat rating, és használjuk fel akkor az előbbiekben megszerzett tréningpontokat, pontokat, vagyis skill pontokat szélső létére szerintem a legfontosabb továbbra is a Dexterity tulajdonság. Ezt meg is nyomjuk. 105-ös lett a Pace 103-as a dribbling. Tökéletes. Következő lépcsőfok a fejlesztések fognak érkezni. A néhány játékosunk, szóval tudjuk ezt, még egy darabig húzogatni felfele. Mondjuk egy 16-os szintnél fogok megállni. Ami itt lesz, és nézzük akkor, hogy a statisztikák hogyan változnak és 126-os lesz a sebessége, ez jónak mondható, 106-os shooting, 106-os passzolás, 119-es cselezés és a 87-es fizikum is jónak mondható. Szóval így néz ki, Luis Figo, és felemás érzéseim vannak vele kapcsolatban, hogy ő van a csapatba, az biztos, hogy nem lefele húzza a csapatunknak a skijét, a statisztikáját, és hát kíváncsi vagyok, hogy -e gameplayben hogyan fog -e teljesíteni. Reménykedem, hogy mi hamarább lesz lehetőség kipróbálni őt. Akkor a megígért csatár pozíció. Nézzük meg, hogy mik az opciók, és szerezzünk be egyet. Nos hát, ha a 97-esekkel kezdünk, Didier Drogba 4 per 5 egyáltalán nem opció. Így a 97-es Völderen gondolkodom még, mert ő a tavalyi évben bevált, és nagy kedvenc volt. Jó, trétekkel rendelkezik kapott powerhead headert, leadershipet, finesse -tot. viszont már ő is jóval 120 millió felett van, ami nyilván nem olcsó, de most már ilyen kategóriában sajnos sokat kell kifizetni. Ha lemennénk esetleg a 96-os ratingre, Donovan sem tűnik rossznak trétekben, viszont közel sem olyan jó, mint Wöller, van egy Centurions Benzema, aki hát nem nyújt szerintem jó dolgokat, legalábbis nekem nem tetszenek a statisztikái, és hát jó lenne, nem lenne benni. Van még egy opció, akit be kell valljam, hogy szemeztem, figyelgettem, a 97-es jó. ő már alapstatisztikákban is nagyon kiemelkedik. 100-as futás, 102-es shooting, 98-as dribbling, kicsit fizikumba gyenge csatálétére. Traitekben nem annyira jó, mint Völler, és hát kicsivel drágább is azért valljuk be, viszont nagyon jó statokkal rendelkezik. És az az őszinte igazság, srácok, hogy nem nagyon tudok dönteni ebben a helyzetben, legyen Völler, akit legolcsóbban 115 millióért tudnánk megszerezni, jó fejelési statisztikákkal rendelkezik, kapott finesses a traitet is, viszont 4 per 5-ös a víg vagy legyen a jobb statisztikákkal rendelkező 97-es Eusebio, számomra ez nehéz döntésnek bizonyul, nem is tudom, hogy merre induljak el ebből a szempontból. Állítsunk egyet a rankokon, egyetlen egyet csak az út sem lesz annyira vészesen drága, így nézzük meg. Így is a legdrágább 171 millió eu szébióból, Völlerből pedig 126, Öj, öh, de nehéz ez a döntés, rácok. Tehát meg kell hozni a döntést, és maradjon Völler. Maradjon Völler, most a trejtekre nézek, és a Powerheader, illetve Finesse-sát engemet megfogott, plusz a tavalyi évveli FIFA mobilba, mert ugye még akkor így hívták teljesítményére is hagyatkozom. Több pénz lenne Eusebio, lehet jobban is járnék, de maradok völler 126 millióért leteszem a rendelést, és hát ő lesz egy darabig az új csatárom. My orders még nem vették meg, és itt is lenne, most már hivatalosan is ő lesz az új csatálunk. Rudi Weller személyében. Nézzük meg akkor, hogy a csapatban hogyan fog beilleszkedni, az is lehet, hogy már a százas ratinget is el fogjuk érni, ha netán olyan szerencsénk lesz. Jelen pillanatban csak 3-as ratingen, vagyis hármas rank up levelen fogom hagyni őt is, viszont ez már százas ratinget fog eredményezni az ő esetében, ami azért, ha belegondolunk, egész szép, és akkor használjuk is el a skill pontokat, mivel csatár neki fontosabb a shooting, és akkor nézzünk rá a statjaira. 99-es újból a csapatrating, 110-es shooting, 98-as sebesség, 89-es fizikum, a shooting az nagyon stabil, és hát akkor fejleszünk bele is egy kicsikét. Ez lesz az egyik legnagyobb fejlesztési projektem, ahogy látom, mert a 77-es értékelésig is felmentünk szilver játékosok tekintetébe, de ezzel lesz maximális a jelenlegi 20-as tréning szint, és nézzük akkor így a statisztikákat. Már egyből látom, hogy 130-as lesz a shooting, ami hihetetlenül jónak mutatkozik az ő esetében. 122-es pace megfelelő csatárnak, tökéletes, nagyon-nagyon jónak mutatkozik. Várom már, hogy még jobban felfele tudjam őt is húzni. És ha ránézünk a csapatra, egy nagyon-nagyon stabil játékerőt képviselő Keretet tudtunk összerakni, szerintem. Konkrétan a gyenge posztot csak a lettingernek mondhatnám, mivel a pionír ne már helyezkedik el ott, de egyébként jobb nem is lehetne. Büszke vagyok, hogy egy ilyen csapatot összetudtam rakni, és hát lássuk akkor, hogy -e hogyan tovább velem.